Szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, méz édes hangbeszélt. Mennyit is érsz, a képezet részem nem leszek. Lehet majd, hogy esekkenek, de nem adom el. A szívem nem adom el. A képezet részem nem leszek. Lehet majd, hogy esekkenek, de nem adom el. A szívem nem adom el. Fantasztikus visszatérés volt, Ibolya. Gratulálok. Gyere, gyere, kicsit. Volt itt vetkőzés, meg minden. Köszönjük. Öltöz fel, kérlek, hogy megfáz. Gyuri? Na mi van? Visszajött a rock'n'roll a műsorba? Vagy hol volt idáig? Hol volt idáig? Ezért vagyok zenész. Nem kezd túl beszélni. Az élet megtörti tartalommal a saját rock'n'rolladat, és kimész a színpadra, és a száját vágod el mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kati? Fú, nekem is megvan a kedvenc dalom. Embertelen volt. A nóta zseniális, zseniális. Tehát olyan részei vannak, elindul egy ilyen rockos blues, aztán bejön valami Stevens úr, meghalok a szövegtől, végén van, ahogy zenéltetek, és hát te meg szóval olyan pofátlan vagy. Nagyon jó. És ettől iszonyú hiteles, meg hát tényleg egy ilyen őserő. Na, Kati, ha felmostak, akkor adhatsz egy pontot. Júj, hát mennyit adnék? 10. Ez szép kezdés. Gyuri? Én 10, mert visszajött a rock'n'roll a műsorba. Péter? Egyetlen egy szót fűznék hozzá. 10 pont. Ja. Misi? Volt egy kávé reklám, aminek az volt a szlogenje, hogy a legtöbb miadható. 10 pont. Bassza mindenit. Nem kell hozzá nagy fejszámolás. 40 pont. 40 pont. Én szeretném megköszönni a zenekarnak. Köszönöm. Óriási tapsot kérünk a zenekarnak.